Na sziasztok, Emri, aki igazából egy pár nappal ezelőtt felraktam egy videót erre a Túra csatornára, hogy legyenek a további videók, és azt mondtátok, hogy mindenképpen legyenek, én meg azt gondoltam, hogy akkor csinálok arról is videót, hogyan megyünk el külföldre urbexelni, gyerekek. Izgalmas lesz, ezzel a Maruti 800 CC Spitfire-rel megyünk fel Budapestre, aztán megállunk a bunkeres csapatnál, amiről ugye csináltunk velük videót, a bunker GMS-eknél fogunk parkolni. Elvileg ők ki is visznek a reptérre. Mit fogunk megnézni? Elmondjuk? Nem, hát hogy nézzétek végig a videót, de úgyis nyilvánvaló lesz, mivel ez a videó akkor fog kijönni, amikor ugye az a videó, ahova megyünk, érted, te is? Mindenki érti, szóval, ja, én izgulok, itt vagyunk egy benzinkútnál. Hárman leszünk összesen, szóval nem leszünk sokan, nem is leszünk kevesen. Itt vagyunk Csernobil mellett, igazából egy kis kitérőt tettünk. Na, megcsináltam ezt a rohadt ablakot, ugye ennek a felhúzójából kiesett az egész ilyen ablaklap, aztán bele kellett tolni, tiszta olaj, meg zsíros lettem. Arra gondoltam, hogy általában nekem mindig, ahova megyek, mindig nagyon-nagyon felkészülök, és mindig valami bejut valami, amire nem számítok. Vagy az autó robban le, vagy belém jönnek, majdnem meghaltam. De mikor haltál meg majdnem? Sokszor. Na, megszereltem, visszatettem az ajtóra azt a külső borítást, hát meg kell felszenvedni, szóval itt vagyunk a Simai Holzár kastélynál. Itt vagyunk amúgy vár, mi ez? Fehérvár mellett. Mikor voltam itt? 13 elején csináltam itt a videót, hát ugye itt hát nem volt ekkora növényzet akkor még, mert azt hiszem akkor még ilyen tavasz eleje volt, tehát akkor még nem is volt annyira nagy burjánzás. Ez igazából tök üres az egész, nincs benne semmi, csak falak vannak. Be csak az menni? Nem. Bemetek a tökön. De hát annyira nem, de ja. De kaján is kéne, nem? Hát én rohadt és vagyok például. Én is. Nézzétek meg, milyen mocsos lett a kezem. Szóval megyünk tovább, mert rohadt éhes vagyok. Milyen hosszú sárga volt, láttad? Basszus! 6 perccel keresztül sárga volt, azt átértem rá, de azt felvettél, az már nem vedem, mert ennek ugye? Nem tudom. Itt is, figyelj! Nézd! És igen! Láttad? Basszus! Megálltunk tankolni, tankoltam 2000 forintért. Ennyi. I'm going to get there and hope we will meet there. Na, közben megérkeztünk Budapestre, gyerekek. Hados úton vagyunk, megyünk felfele, megállunk valami a Népliget környékén, aztán leülünk egyet a Mekibe, bevárjuk a harmadik embert, aztán megyünk a bunkerbe. Ő a Zsolti. Na, megérkeztünk a bunkeresekhez, látjátok, ugye itt is forgatunk egy videót. Most azon tanakodunk, hogy ugye egy nagy táskát kéne nekünk felvinni, és a Zsolti, ő a Zsolti, Integes Zsolti. Szóval ő úgy gondolta, hogy ő is hozna fel egy nagy táskát, szerintem bele fog férni. Neked abban mi van? Ez fölmehet? Add el, fölveszem most. Na, úgy lesz, hogy akkor mindent belegyömöszönünk ebbe, és mindenkinek van egy hátitáskája. Ja, ez az új szellemváros a póló, le? Ez az. Jó. Oké, okay, és akkor... Hát ja. Figyelj, gyömöszünk bele, aztán drágább lesz, mert ráfizetünk, basszák meg, az kész. Egy darab nagy táskába átpakoltunk, szóval reméljük, hogy el fogunk férni. Kamerázod, amikor kiabálok, hogy Allah Akbar. Szóval most itt ülünk benn a kajáldába, és az lesz, hogy a Zsolti gépét eladjuk 3000 forintért. Veszünk belőle a kaját. Szállásról. Ugye
szállást a legolcsóbb, legundorítóbb helyre foglaltuk le, ami a tök legolcsóbb igazából mennyi volt. Fura, hogy a legelső szállás az fele annyiba kerül, mint a második. A legelső az ugye 28-29 éjszaka, az 14.135, vagyis 42 euró. A másik pedig... hol a másik? Itt van? A másik pedig dupla annyi, 31.415, vagyis 100 euró, ugye három fő részére. Itt láthatjátok. Ugye ide fogunk menni, Charleroi. Ugye a reptér az a város északi részén van, Charleroi. Ezt a szót tanuljátok meg, mert sokat fogom kimondani, Charleroi. Itt puskázok, mert külön rá kellett googliznom, hogy hogyan kell kimondani, mert akár még ismerősöm, ott látjátok. Akár még ismerősöm, hogy kérdeztem, mert nem tudtam, hogy kell kimondani. Charleroi. Tehát ez Charleroi. Mennyi volt az ásványtűz? 5.50, kurvára megérte. Ez mondjuk egy Penny Marketben, ez ilyen 49 forint szokott lenni. Na beszállunk, gyerekek, mindjárt beszállunk. Kicsit rohanós, ha sikerült itt a vége. Jövök! Walking through the terminal, I saw something beautiful. Na, király! Ez már tetszik! Na mi az? Kiszakadt ez a rohadt cipzár, rohadjon meg, várjatok! Mindjárt megoldom. Aha. Most jó, meg vagy? Megyünk. Gyors vélemény? Hát nem szeretném rekésni a gépet. Ja, ugye. Nem tudom, meddig lazáztunk volna. Kicsit lazáztunk. De beengedtek minket helyre. Charleroi. Ja. We want to go to Charleroi. Legalább egymás mellett. Hát mit tudom. Hallod, egymás mellett ülünk legalább? Persze. Akkor jó. Automatikusan úgy tettem. Jó. 16. 33. sor, mi lesz? Meg vagyunk. Hú. Eddig... Én ülök az ablaknál. Van egy kis sor, szóval nem most fogunk elindulni. Jó. Mind a noisy-ba menne. Na, megindultunk, gyerekek. Végre. Éppen, hogy beestünk, mert igazából fél órával előbb kezdtünk el menni, szóval egy perc múlva már megszoktuk volna itt a dolgot. Igaz, Zsolti? Konkrétan 31-kor jutott eszünkbe, hogy 35-ig kell ide érni. Ja, és persze, hogy A16 4 kilométerre volt. Kíváncsi leszek, milyen géppel megyünk. Szerintem egy A2-es lesz. A hátsó ajtónál szállunk fel. Ja, azt néztem én is. Hogy egész jó. Miért ez egy ilyen cikiknek való, vagy mi? Egész jó. Mi? A hátsó? Egy, a nyomiknak, vagy mi? Ja. Nyomik. Akkor menjünk, előzünk? Aha. Ott a hátsó. Hát mert ugye hátul ülünk a WC előtt, nem sokkal. Azt nézitek, de jó, ott szállnak fel az emberek. Figyelj, de jó lesz felszállni. Nem, ez a VIP. Többek elmentek vécére, addig elmondom azt, hogy az út rohadt jó volt, nagyon tetszett az út. Hú, régen repültem, 2011 Halloween-re mentünk ki Bristolba, sőt még azok a videók meg is vannak, hogyha gondoljátok, akkor össze tudom vágni a túracsatornára, bár akkor még a régebbi kamerával csináltam, tehát oltári szar minősége van, sima SD felbontás, meg 25 fps, de jókat rögtünk akkor is, 11 november elsőjétől, vagy nem is tudom, október végétől november másodikával így voltunk egy hetet majdnem. Szóval jó volt, ez volt a második ilyen nagyobb utunk, és remélem minél több lesz.
Most ugyanúgy, hogy eltévedtünk és próbálunk a taxit fogni. Megkérdeztem az információba, azt mondta, hogy menjünk vissza az első emeletre, de ez a második emelet. Ez a mély garázs. El kell mennünk arra fele. Azzal, hogy egész reptéren nem találunk egyetlen darab taxit sem. Egyetlen darab taxi sincs. Közben megérkeztünk a hotelba, fenn is voltunk a szobában, ugye ezt láttátok, mert ugye megnéztük a Bajnokok Ligája mesnek a végét. Na, szóval ebben vagyunk. Reggel menni fogunk majd a kocsiért, szintén taxival. Úgy néz ki a hotel, erre mentünk, 320-asban vagyunk. Itt van egy térkép, itt innen jöttünk. Tudod, itt Budapest, itt felszálltunk. Azt megtaláltak, hol vagyunk? Húha. Sokkal délebben vagyunk. Hát igen, látod? Valahol itt. Hát és nem az előbb mit néztem, és akkor azért mondom, hogy sokkal délebb. Azért mondom, hogy itt ki van koffálatott, hogy mindenki rámutatott, hogy ah, itt vagyunk. Szeretem a teját. És a kakaót? Azt is. Na, jó reggelt. Jó reggelt. Fölkeltünk, szóval megyünk reggelizni, fizetünk reggelit is. Hú, hát 7-kor akartunk kelni, most van 8:30. Na szóval 8:30 elmúlt, ilyen a kilátásom, hogy a sötétben nem tudtam annyira megmutatni. Itt van hotel, Classico, így mondták a belgák. Jó, itt van mellettünk egy benzinkút, igazából tök halott vidék az egész. Abszolút nem vinnek való vidék. De izgalmas, ott van lenne a cipő. Látod? Figyelj, 49 euróért az jó, nem? Szerintem. Na, menjük lekajálni? Csap bele akkor. Na, szóval megreggeliztünk. Egész jó volt, mert kaptunk igazából simán jó főtt kávét is, tehát nem ilyen szart vélemény a kávéról. A kávé nagyon finom volt. Ja, a kávé az jó volt. A reggeli az meg egy fos. Hát ez ilyen, éppen, hogy ilyen vaj, meg ilyen cuccok voltak benne. Na, szóval pakolunk össze. Na szóval itt vagyunk, eljöttünk taxival. Jó, mert igazából a taxisáv rendes volt, mert már... Rendes volt. Majdnem, hát, hogy... Kb. Még egyszer ugyanannyit utaztunk. Jó, hát én majdnem fél után kinyomta a taxiórát, szóval igazából is 17-et fizetünk volna kb. 20-at. Jaj. Itt vagyunk, és most keresünk ezt a taxis. Na, megvan. Ja, első emletre kell fölmennünk, és ott béreljük ki a kocsit. Ja. Itt vagyunk a autóbérlőnél, és még minden nem utolsó sorra, már itt vagyunk már 20 perc állalában, ugye? Már rég ott. Már rég ott együnk 20 percet. Mennek a ügyintézések, eddig egy csávon előttünk, de 8:30-tól ugye el tudtuk vinni az autót, már elmúlt 10 óra, szóval másfél órát késtünk, sokáig aludtunk. Szóval nem vezettem még Belgiumban, sőt igazából csak Ausztriába vezettem. Oké. Jön meg felvidéken. Szlovákiában. Hogy izgul? Szlovákiában ennyi szavarja. Hát ugye voltak olyan kereszteződések, baszki. Lassan fog menni. De jó lesz. Na szóval itt vagyunk a busznál, nehéz szülés volt. Kiderült, hogy végül igazából busz visz ki minket. Tehát először abszolút nem volt szó buszról. Most meg megkérdeztük újra a csajt. És busz visz ki minket, ide ki is van írva mögöttem, ide erre a táblára, hogy rent a kar. Abszolút, egy szó nem volt buszról, és egy csomó szót ugye nem angolul mondott, hanem franciául, tehát abszolút nem is értettük, miről van szó. Most még egy kiderült ezzel a jeggyel, amit adtak, ezzel kell majd mennünk a... Ez a busz visz ugye el minket. Nagyon fantasztikus volt, ne kérdezzél semmit, marha jó volt vizet venni. Várjál, mit szokott még kérdezni? Milyen kérdés jön még? Jól érezzük magunkat, igen. Yeah.
meglátjuk, hogyan tudom ezt vezetni. Szerintem egy falnak még elég az össze. Nem. This is the motherfucking key. Túl sok lehet a gomb. Baszhatjuk ezerrel az Opel Corsával, gyerekek. A vidék az jó, olyan kis, olyan kicsit ilyen angliai beütés van ezekkel a téglás házakkal, nem? Jó, jó. Nagyon durva, tetszik. Ilyen keresek valami házat, ami látszik. Annyira tetszik amúgy. Autó is jó, vigyázok rá, lassan megyek. Egy jó óra, mire odaérünk a második szállásra. Lesz, elmúlik egy óra szerintem. Jó. Vagy nem, hát ugye most van fél dél. Egy óra, szerintem nyugodtan megváratjuk, mire bele csekkolni. De így is lesz szabad 6-7 óránk, szóval nem fogunk elkésni a kastélytól, mert ugye mai napra csak ezt terveztük, szóval szerintem maradjunk enni. Elkerüljük, nem volt már arra fizetés. Oké, okay, akkor egy vagy jobbra. Így van, ide. Ez ugye? Ez. Sütemény. És egyenesen. Jó. De mi úttal utakon megyünk? Én tényleg ilyen Kelly hősei. Vagy mi az? Tényleg, hol volt? Melyik film volt ilyen a Ránk az egy megmentésében, amikor benne teltek. Vigyázz! Tiszta ilyen vidék volt. Kicsit szaraz volt. Hát ez tényleg nem vének való vidék. Több countryba kell. Már csak egy ilyen szénaszál kell a számba, nem? De megvan a feeling ez a belga. Hát annyira, nézd ott szembe, látod még valamit jól néz ki? Rohadtul tetszik. Anyád, mekkora kastély. Ó, bazd meg! Ó, de várjál, ott még autók is vannak. Igen. Álljál már meg, hanem nézzük meg. Balra, nézd, gyönyörű szép kilátás. I can't believe that shit, motherfucker. Nagyon szép a kilátás! Szeretjük a Belgiumot! Basszus, egy pár óra és ott leszünk a Miranda kastélynál. Atya úristen, egy álmom válik valóra. Csak a te álmod. Meg a ti álmod is. Valóra váltom. Itt tudok az autóba és valóra fogom váltani az álmotokat. Meg a sajátomat is. Mit szóltak hozzá, gyorsan mondják egy interjút? Az, amúgy nekem nem volt kedvem jönni, csak úgy. Nem, akkor itt visszállt az jó, ugye? Figyelj, kicsit nem állunk meg egy percre? Nem, sietünk. Beálltam az ügyet. Fulászik meg. Így. No, ezt a fénykét az ja. Nézd meg azt a házat, de eszméletlen rohadt jól néz ki, látod? És füstöl a kéménye is, tehát lakják, és benőtte ez a futó szőlő, vagy minek hívják ezt, ugye? Beálltam ezt a tükröt, bár nem tudom, hogy kellem. Nem bent kell beálltani ezt a tükröt? Szerintem ez bent kell, nem? Nem ez a tükör beállítása? Hát nem. Na mindegy. Na, ja, ez durva, mi? Jó néz ki, mi bakker? Ilyen vidéken vagyunk. Retro kocsi. Hippi autó. Gyerekek, megjöttünk a paradicsomba. Ez eszméletlen jó néz ki. Mindenki, hogy fotóz, azt figyelj. Hogy végzik a munkájukat. Hú, de... És milyen jó illat van, kicsit ilyen szalonnasütő illat van, nem? Meg lehetne mászni. Rohadt jó, gyerekek. Annyira feelinges. Tiszta levegő, nem? Rohadt tiszta levegő van, bakker. Nagyon tetszik a dolog. Szerintem rohadt tiszta levegő. Ilyen patakot is érzek itt a közelbe. Ez az idő, ez maradhat. Ez nagyon tetszik ez az idő. Hú, bakker. Ugye milyen jó? Nagyon jó. Kurva jó, bakker. Jó, passza. Na, lassan menjünk is tovább, gyerekek. Egész jól menjünk. Nyomjuk a tempót. Itt valami lehet, valami retro autó találkozó lesz, aha. Oldtimerek!
Szerintem jó. Jönnek egymás után a régi kocsik. Vagy esküvő, nem is tudom. De, látjátok, ott a rendszámon is van valami. BMW, mondjuk ez nem volt mert. Na, mehetünk? Az de komoly kocsi jött áttérbe. Na, tehát ugye itt vagyunk, látjátok. Rottul, annyira feelinges az egész hely, hallod. Szívesen laknék itt. Na, mehetünk tovább? Na, go! Porsche, ott is régi Porsche. Ez a menő. Itt nem ott is. Most miért rakoztak be? Egyenesen tovább föl? Aha. Akkor az egy harmadik lesz. Ott is, az milyen kocsi, de jó néz ki. Becidó. Milyen lapos. Jézusom. Itt is. Most egyenesen? Aha, egyenesen. Ugyanaz. Na, nekem. Ott a vár, itt folyó. Kameráz mindent szét. Ú, de jól néz ki. Ú, de kár, hogy vezetnem kell. Igen, abba hagyom ezen is talán. Na, csak tényleg percek kérdés a gyerekek odérnek a szálláshoz. Tényleg itt a vasút. A geci durva visszakanyarodások lesznek itt. Kb. 15 után vagy. Jézusom, azt a kurva. Az igen, az mindaz. Ugye felmentünk a hegyre, majd megyünk lefelé a hegyről szerpentin. Azt nézzétek meg, dublis belfülem. Jó. Ez 10-zel kell bevenni ezt a kanyart. Azt a rohadt. Még a fákon is vannak ilyen felfutó növények. Megnézd meg a ködöt. Köd fent, látod? Milyen rohadt jól néznek ki, hogy mindent a kastély és ilyen ködben lenne. Szerintem az lesz. Párásodalak. Ja. Itt a vasút felettünk, hogy látod, erről beszélünk, ugye? Átmész, és egy jobbos fiam majd. Aha. Ez felette folyamatosan. Itt valahol. Jobbra? Ja igen, ez az. Megjöttünk, gyerekek. Akkor úgy tudjuk, hogy most tényleg normális szállásunk. Csak a járda! Hogy most, de jó, hová jössz szerinted? Oda, hátra van. Veszed? Aha. Oh my god. Oh my god, I can't believe that motherfucking shit. Ami tényleg hasonló, mint ami a Google Maps-en néztem, de... Tehát még jó. Olyan tágasabb kicsit. Mert ugye olyan szűk így kijelzőben, de... És itt már semmi térerő nincsen. Ezt most lekapcsolom. Na, gyerekek, megjöttünk. Hát ez már is jobban néz ki, mint az előző. Gyönyörű szép. Hát gyönyörködjek már benne, vehet ki, légy szíves. Ez azért már jobb, nem? Azért jobb, mi? Nagyon jó. Ez nagyon tetszik. Meg a környezetet majd kamerázom. Ott vagyok. Hát amikor megérkeztünk, akkor... Ezt a mikrofózis. Mi? Miért nem a Mirandáról van a kifotó? És a kilátás? Nekem rohadtul tetszik. Szerintem alapból ide kellett volna jönni, nem? Külsőleg is szebb volt, amikor ugye ott álltam meg a Google kocsival, a Maps-en. Eszméletlen jól néz ki, gyerekek. Nagyon tetszik, ez tényleg megér basszus fejenként 33 eurót. És még itt se sok. Meg a reggeli. Hát ahhoz képest, hogy a másik reggeli az 5 euró volt majdnem. Ez meg 8,5. Szerintem itt szerintem feldagasztanak minket reggel. Ja, meg a fürdőszobát meg sem mutattam, ezt nézzenek. A fürdőszoba akkora, mint az előző lakás egyébe konkrétan. Tök jó. Nagyon tetszik. Kezdjen. Nem kezdek semmit, te vagy a beszédes. Na, arról van szó, hogy beültünk az étterembe, most meg. És akkor most rendeltünk is. Nem volt olcsó, 60 euró. 60 euró. Plusz 6 euró lesz, nem, 9 euró lesz a nőttem. Külön? Aha. Ja, akkor majdnem 70 euró. Az fejenként egy 6-7 ezer majdnem. 6500 körül, ugye? Kértünk még reggelit is. 8,5-ért, de azt ugye mondtuk. Most várjuk a kaját, kíváncsiak milyen lesz. Na, megjött a kaja, és most is Zsolti szed magának. Igazából így néz ki a hús, ezt nézitek, mint milyen jó. Jó néz ki, mi? Jó néz ki, kíváncsi vagyok. Akkor együnk? Hát, együnk, macsos. Persze, együnk, jó. Jó néz ki. Meg van az krumpli is van hozzá. Na, emlékük, elindultok a Midland a kastély fele. Nagyjából egy kilométerre vagyunk tőle? Kettő. Hát már másfél kilométer körül, körülbelül egy pár perc alatt odaérünk. Leparkolunk, és akkor hátulról fogunk bemenni. Azt szerintem egy 100-150 méterre fogunk leparkolni, és ott már csak fel kell gyalogolni
az erdőben. Itt ez a kastély, látjátok fent, ugye ez látogatható. És ezután jön pedig a Miranda kastély. Mit kellett volna akkor? Hogy itt? Hát valami gépjeszt nézni, hogy. Hát mondtam, hogy én most visszatért. Én nem. Ott van, bazd meg, ott van! De annyira fent van. Atya úristen, de jól néz, ott van! Látod, látszik a kamerán? Jaj, igen. Atya úristen, ott van a tetejé. Hogy meglát, hogy észrevettem először? De szerintem jobb kész felől lesz a parkoló. Ezt néztem. Vagy felállok ide. Itt vagyunk a Miranda kastély alatt, nagyjából 150-200 méterre van tőlünk a kastély. Az a kastély, amire mindig is vágytunk. Évek óta vágytunk, hogy láthassuk, és perceken múlik az, hogy végre szembesüljünk a valósággal. Bizony. Sziasztok, emberiók! Itt állunk a Miranda kastély előtt. Be fogunk menni. Gyertek!